A magyar kanizsai Szent Pál templom, vagy ahogy a helyiek ismerik, kis templom újabb felülete szépült meg. A hívek adományaiból, valamint önkormányzati támogatásból a sekrestye külső részét festették be. A hívek lehetőségükhöz mérten adakoztak, és örülnek, hogy hozzájárulhatnak a felújítás kivitelezéséhez. Nagyon örülünk, mert már ideje volt, és sokat tettek a püspöki egység, ezért is örülünk és támogassuk. Csak az, hogy kevesen vagyunk. Kevesen vagyunk, akik támogassák. Jelenleg mintegy 1400 hívő tartozik a plébánia vonzás körzetébe, akik számára, mint mondják, megnyugvást és lelki erőt ad maga az épület és az ott megtartott misék is. Én ide tartozok már régóta, mert anyán laktunk, és akkor bejöttünk városba, férjem megbetegedett, meghalt, és akkor itt szeretek, én itt találom fel maga. Minden évben igyekeznek felújításokat végezni a templomon, azok mértékét ugyanakkor az anyagi helyzet határozza meg, mondta Magó László helyi plébános. Hozzátette, a koronavírus járvány is sok esetben keresztül húzta számításaikat. Szerettünk volna több felületet befestetni, de maga a járványhelyzet az egyház életére is rányomta a bélyegét, mi se tudtuk, hogy mikor lesz esetleg újabb intézkedések, amelyek után be kell zárni esetleg a templomokat, ezért mink is addig nyújtózkodtunk, amíg a takarónk ér. A Szent Pál templom 1913 óta fogadja a híveket, Tóth született, Tukacs Teréz a saját vagyonát feláldozva építette meg akkor a magyar kanizsaiak számára.